Kedves nézőink, a Gemini Televízió mai műsorának vendége dr. Szekeres Sándor, az Erdélyi Körök Országos Szövetségének elnöke, Monorváros volt jegyzője, és amiért leültünk ma beszélgetni, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott október 22-én dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettestől. Erről a munkáról is fogunk majd beszélgetni, hogy vajon miért érdemelte ki Szekeres úr ezt a kitüntetést, de mielőtt ehhez hozzákezdenénk, arra kérem önöket, hogy nézzék meg jól vendégemnek a kabátját, hogy milyen szép kabátban érkezett hozzánk, és nem is akarta levetni, mert hogy nagyon büszke arra, hát milyen kabátban ül itt nálam, Sándor drága. Hát az felső sófalmi kabát, ugyanis a felső sófalmi székhelyeknek ilyen a kabátja. Én magam se tudtam, 2 éve tudom, azelőtt csináltattam egy másik kabátot, amelyik a kék helyett fekete van mindenütt. Ez udvarhelyszéki egyen kabát, és hogy kiderüljön, hogy ez tipikus felső sófalmi székhely kabát. Nagyon szép. Örülök, köszönöm, hogy itt van nálunk, köszönöm, és ebben jött. Szeretettel köszöntöm. Még egyszer, az erdélyi magyarok legnagyobb összefogó szervezetének az elnöke. Mióta létezik ez a szövetség, és melyek a legfontosabb célkitűzéseik? Hát a szövetségünk az 1991-től létezik, jogilag egy év múlva jegyezték be, mert a jogi procedúra egy kicsit hosszasabb, és 92-ben lett bejegyezve, de már 91-től létezik a szervezetünk. Célkitűzések? Hát a célkitűzésünk elsősorban az erdélyi magyar hagyományok. Az erdélyi magyar történelme nekünk egy kicsit egy sajátos a történelmünk, hiszen a Tiszától keletre nálunk csak nagyon rövid ideig volt például, amikor el tudták fogni a törökök nagyváradot, vagy más, stb. De igaz, hogy bebetörtek Erdélybe is a törökök, meg pusztítottak mi egymást, de Erdély önálló volt, megjegyzem, és nekünk emiatt nagyon mélyek a gyökereink, tehát a sok minden kicsit mélyebb, még a ételkultúránktól kezdve a táncaink, a viseletünk, mi egymás, mind más és más, tehát ezért, és ezeket a hagyományokat igyekeztük magunkkal elhozni, amikor a Ceausescu-féle kommunista diktatúra arra kényszerítette az erdélyi magyarokat, hogy elsősorban Magyarországra jöjjenek. Amikor én átszöktem a határon, 89. május 9-én, és felérkeztem aztán később 2 nap múlva Budapestre, a külföldieket ellenőrző hivatalnál, a KEOK-nál rengetegen álltunk erdélyi magyarok sorba. Aki Magyarországon akar maradni, óriási sor volt, és nem tudom hány órán keresztül ott kellett álljunk. Aki viszont nyugatra akart menni, mert lehetett akkor, 5 országnál mehettünk volna, tehát jobb kenyérért, könnyebb megélhetésért, például Ausztria, Németország, Svédország, Kanada, Dél-Afrika, ez volt felajánlva. És senki nem állt annál az ajtónál, ugyanis mi erdélyi magyarokul nem a pénzért, nem a gazdaságért és a meggazdagodásért jöttünk, és jöttünk ide Magyarország, hiszen mi otthon is jól értünk. Hát nekünk szép nagy házaink voltak. Úgyhogy... Egyedül a rendszer volt az, ami így miatt van, útra keltek el? Hányan kelhettek útra abban az időben? Több százezer. Uh-huh. Több százezer. Hát ez pontosan nehéz megállapítani, nagyjából 200 000 magyarról van szó. Csak most a 1988 erre felé. Uh-huh. Nagyjából. És ezek a magyarok, ezeknek a magyaroknak a többsége azért itt maradt Magyarországon, vagy volt, igen, aki úgy gondolta, hogy mégis tovább megy? Volt, aki tovább ment. Például a fiamnak a kereszt szülei, kolozsvári magyarok, Balázs Janó, keresztkomám, a fiamnak a keresztapja, mert a keresztanyja, ők ügyesen elmentek Svédországba. 2 évig nem csináltak semmit, tanulták a svéd nyelvet. Nem úgy, mint én, aki nekem, én nem kellett tanulnom a magyar nyelvet, hiszen magyar voltam, tehát vagyok. És semmit se kellett tanulnak, mert mindent tudtam, még a jogot is, mert unalmamban, otthon, még egyetemista koromban megtanultam a
a magyar jogot is, pedig nem kellett, nem kérte senki, de én akartam tudni, ha már jogász lettem. Azok a magyarok, akik akkoriban átjöttek Erdélyből Magyarországra, ők mennyire találták meg itt a helyüket? Mennyire tudtak elhelyezkedni, családot alapítani, és új, hát kvázi egy új fejezetet nyitni az életükben? Hát úgy nagyjából megtalálták a helyiket, hát úgy nagyjából minden, mit, azért minden 100 családból akadt egy-kettő, amelyik nem találta a helyt. Monoron is van, nem mondok nevet, de nekifogott a házépítésnek, és nem tudta befejezni éveken keresztül. Na de hát várta a sült galambot, hogy repüljön. Na de hát a székelyeknek, az erdélyi magyaroknak a többsége, az fogta magát, és ha éppen jogász volt, a gyorsot, amikor letette a hivatalos munkáját, akkor letette az öltön, nyakkendőt, stb., és neki a könyves felszerelésnek, stb. Tehát két kezzel építettük a házainkat általában. Tulajdonképpen akkor az Erdélyi Körök Országos Szövetsége ezeknek az áttelepült magyaroknak is szeretne segíteni, és akik ott maradtak még, azokat próbálja valahogy közös nevezőre hozni, összehozni őket? Hát mi tulajdonképpen a hagyományainkat akarjuk megőrizni, segíteni, inkább hát az otthon maradott erdélyeken próbáltunk segíteni, de nem csak az erdélyi magyarokon, hanem például a kárpátai magyarokon is segítettünk, amúgy bajba került, de még a magyarországi tiszamenti árvízkor is például a magyarországi magyarokon is segítettünk, ha kellett pénzügyileg is, vagy máskor a két kezünkkel, stb. Ennek a szövetségnek ennek mekkora tagsága van? Hát most már csak 14 egyesületünk volt, korábban sokkal többen voltunk, volt 25 egyesületünk is. Mi az oka ennek a csökkenésnek? Hát ennek részben az az oka, hogy egyrészt ez nagyon személyfüggő, ugyanis ezek a civil szervezetek, ezek nem kapnak semmi pénzt. Például, sőt, ők saját maguk kell fönntartsák általában a civil szervezetüket, és általában ráfizetés, aki foglalkozik vele, tehát elküldeni egy levelet, stb. Vagy sikerül megnyerni a pályázatot, vagy nem. Mondjuk nekem azért utóbbi időben van szerencsém, tehát nyertem is, de volt, amikor nem nyertem semmit. Na és nem tudtuk, például a Monori, Betlen Gábor erdélyi kört, amelynek szintén az elnöke vagyok, nem csak az országosnak, hanem a helynek. Hát volt, amikor a saját pénzünkből tartottuk, amennyire föl tudtak tartani. A hagyományápolás, kulturális feladatok, szociális biztonság, mindenről egyébként bővebben olvashatnak a www.ekosz.eu, ki is írtuk, hogy pontos legyen a honlapnak a címe. Ez akkora feladat, hogy azért ehhez egy elnöknek hát minimum kellenek segítők. Megvannak ezek a segítők? Vannak olyan Erdélyből áttelepült, vagy Erdélyben megmaradt barátok, rokonok, ismerősök, akik segítenek ennek a munkának az elvégzésében? Természetesen vannak segítők, hiszen a 14 egyesületünk nagyjából egyébképpen önálló, de ez egy ernyőszervezet a miénk, és össze szoktunk ülni évente kétszer, de onnan is volt háromszor, négyszer, és akkor megbeszéljük a tennivalókat, és próbálunk egymáson segíteni, vagy kitalálunk valamit, hogy tudjunk másokon segíteni például. Úgyhogy így azért összefogjuk ezt a kört, ezeket a kör, mert körnek van nevezve, ugye, egyesületek, és ezek civil szervezetek. Meg kell oldani a munkát, ez a lényeg a dolognak. Úgyhogy nagyjából mindent, amit nagyjából kitűztünk, meg tudtuk valósítani, mert nem csak erdélybálokat rendezünk, mert azt is szoktunk, ugye, mert, hanem sok egyéb dolgot, például fedelmekről, festménykiállítást, itt a művelődési házban, nem most nagyon rég volt például, meg sok hasonlókat. Mióta elnökli ezt a szövetséget? Hát én... Mert én azt olvastam, bocsásson meg, az alapszabályban, hogy a szövetségnek mindig ott van a székhelye, ahol az elnök lakik. Tehát jelen esetben dr. Szekeres Sándor Monori, így Monori székhelyű az Erdélyi Körök Országos Szövetsége. De mióta?
Hát ez 2013 óta van Monoronda az ECOSZ elnök, viszont jogilag, mert azért nem van egyszerű Magyarországon jogi procedúra, úgyhogy 2014. február végén lettem jogilag a, úgymond a szövetségnek az elnöke, és akkor mivel hát egyrészt nem kell fizetni az ECOSZ szervezet, nem kell külön lakbért fizessen saját magamnak, ugye, tehát ingyen élek. Már spóroltak egy picikét az ECOSZ javára. Beszélhetünk egy picikét a monori munkáról is, hogyha már így összejöttünk. Mikor kezdődött a jegyzői munka monoron? Hát jegyzői munka, az történt, hogy egy jogász kollégám Budapesten, erdélyi magyar szintén, olvasta az újságban, hogy üres állások lettek Monoron 91 elején, és akkor mondja nekem a Hajni, hogy hát miért nem, ugye bejártam, már megvolt a ház Monoron, és akkor bejártam Budapestre dolgozni kőbányára. És miért nem dolgozol itt helyben? Hát mondom, nem is tudtam. Tőle tudtam meg, hogy meg van hirdetve a jegyzői állás, meg van hirdetve a szociális és gyámügyosztályvezető állás, meg egyéb sok állás is. Hát én benyújtottam a jegyzői állásra, de aztán nem úgy sikerült, nem lettem én egyből jegyző, de Rodos doktornőnek köszönhetően, Isten tartsa meg sokáig a doktornőt, szociális és gyámügyi osztályvezető lettem. Egyébként nagyon jó volt, mert eddig közigazgatásban nem dolgoztam. Tehát jogász voltam, de kereskedelmi jogász voltam, illetve otthon volt egy időszak, otthon Erdélyben, TS jogász is voltam, de ugye minden szaknak megvan a kicsi finomsága. Tehát egy közigazgatási jogász az teljesen más, mint egy kereskedelmi jogász, vagy egy TS jogász. Úgyhogy végülis jó lett tanuló éveknek a szociális gyógyászati állás. És, hát mivel, és aztán ez hogy fordult át a jegyzői állásba? Azt történt, hogy Kapási Palit választották meg Monoron jegyzőnek, aki egyébként nyírségi, a jelenlegi magyar-román határról közvetlenül jött Ceglédre, ott lakik a Pali, és hát Ceglédről gondolta, hogy hát közel bejárni jegyzőnek Monóra. Igen, nem, de nem jött össze, nem fért össze a polgármesterrel, Marton Aurélal, mint később én se, úgyhogy gyomorfekét kapott a sok idegeskedés miatt, például a Kapás Pali. És lemondott, és azt mondta, hogy soha többet nem is akarja látni Monort, és hát akkor a monori képviselők elkezdtek engem bíztatni, mert én közben, mint hallgató, meg néző, ott ugye a testületi ülésen oldalt, ott kíváncsi voltam, mi folyik a városban, és akkor tehát ismertek, ezért ismertek, meg éppen nekem nem volt semmi feladatom, én nem voltam jegyző, vagy aljegyző, vagy ilyesmi. Igen, ám, de emiatt a sok beszélgetés miatt megismertek a monoriak. És így aztán ők választottak meg. Volt öt jelentkező, megjegyzem, külön történet, és akkor Marton Aurél már igaz, hogy halottról jót vagy semmit, de azért el kell mondjam, hogy az akkori emberei kitalálták, hogy hát az összes öt jelentkező anyaga semmire se jó, nem érvényes, ezért elutasították. És akkor jöttek hozzám panaszkodni a monori képviselők. Mondom, ilyen nincsen. Bizottság nem utasíthatja, bizottság csak javasol volt. Tehát dönteni nem tud dönteni, csak a testület tud dönteni. Uh-huh, így van. És akkor, hát akkor hát mi legyen? Hát akkor mondom, össze kell hívni, megvan a jogszabály, hogy mennyi. És akkor rendkívüli testületű, és ezt meghallotta a volt polgármester, gyorsan ő hívta össze. Na, így lettem, aztán megválasztva. Uh-huh. És akkor hány polgármestere volt Sándor? Nem, hát egy polgármester volt a Marton Aure, és hát ugye az öt közül, az öt jelentkező közül engem választottak meg, engem ismertek, a másik négy nem ismert. Utána aztán, hogy jött a választás nem sokára, mondtam, hogy egyébként remélem, aztán nagyon sokan indultak, és a Marton Aurél
ötödik lett a választáskor, tehát akkor lett a Dudás doktor. Uh-huh. Tehát akkor Marton Aurél Dudás doktor, igen. És akkor a következő választásnál a, már... Még utána, és még a Pogácsás Tiborra is együtt voltunk. Igen. És utána aztán, hát a Pogácsásaik éppen jobban voltunk, hanem ott volt egy-két ember, akivel nem voltam jobban, és nem akartam, ugyan azért mentem el, és akkor megbeszéltük a Pogácsással, hogy én szeretnék olyan helyre menni, hogy tudjak segíteni a teljes magyarsággal foglalkozni, tehát nem a kicsi Magyarország, ami maradt, hanem az igazi Magyarország, tehát Felvidék, Kárpátalj, Erdély, Délvidék, stb. Ez a határon túl magyarok hivatala a miniszterelnökséghez tartozott, amíg föl nem számolták, 2006-ban Gyurcsány Ferenc vezetésével akkor számolták föl. De oda kerültem. Attól függetlenül, hogy ezt felszámolták, attól ez a munka a szövetségen belül tovább folyt. Hát igen, hát ez ugye ami a hivatalból állami tisztviselő voltam, ez viszont civil munka, tehát teljesen más ez a... Jó, de maga a vonulat az azért... A vonulat az az azért, azért maradt. A Székely Nemzeti Tanács által benyújtott kezdeményezés legalább 7 ország 1 millió állampolgárának kell támogatnia ahhoz, hogy az Európai Bizottság asztalára kerüljön ez az ügy. Nagyon egyszerű a kérdés, hol tartunk most? Hát, megvan a 3 országtól a megfelelő kvóta. Melyikettől? Hát Magyarország nagyon szép számmal, aztán Erdélyország, ma Romániának hívják, de azon be Romániának csak az Erdély az érdekes, meg Felvidék, tehát Szlovákia. Itt megvan. Igen, de kellene 4 ország. És sajnos úgy látom, hogy nem fog összejönni. Igaz, hogy most utolsó napokban látom, mert minden nap nézem, hogy hogyan alakul. Spanyolországban már szépen alakult, már tegnap néztem, és már 50-valahány százalékon, de még azért messzi van, hogy legyen 100%, ugye? Ez ha letelik és nem sikerül, mert ugye ennek azért van egy határideje, ameddig ezt meg lehet valósítani, akkor ezt újra lehet kezdeni, ha mondjuk nem jövő évben, hanem 1-2-3 éven belül? Később lehet, persze. Tehát lehet ezt még több alkalommal is kezdeményezni. Mi lett volna ennek az igazi célja, ha ez sikerül? Ez tulajdonképpen csak annyi, hogy ha összejön 7 országból, mert minden országban a megfelelő kvóta össze kellett volna jöjjön, mert hiába, mit tudom én, a horvátországi magyarok is most a vége felé szépen kezdték aláíragatni, vagy Szlovéniában, ott is a Zala megye része, ott van Szlovénia például, ott is jártam, mindenfelé jártam a határon túli területeken, csak későn kapta kézbe. Uh-huh. Vagy Ausztriában szintén, hát ugye Ausztriának egy része szintén Magyarország volna, csak 100 éve Ausztria, Burgellandnak nevezik, de az őrség, az Magyarország 1000 éven keresztül mondjuk. És na mindegy, nem fog összeállni, látom sajnos, hogy nem fog összeállni, viszont néhány évben megint meg lehet. De az a nagy gond, hogy a mostani felállásnál is, ha összejön, őszintén kell mondjam, 7 országból 1 millió plusz 1 ember. Mondjuk, de már rég több van, hát Magyarország meg Erdély ketten már több, jóval 1 millió 200-300 ezer, vagy még több már rég megvan. Az Unió viszont egyszerűen csak megvizsgálja, és nincs kötelesség, hogy törvényt is hozzon. Na, itt a nagy probléma. Tehát, uh-huh. azt szépen kitalálta az Unió, hogy hát ez egy olyan, hogy lesz semmi, fog meg jó. Lehet vele szórakozni. Uh-huh. Értem. Ne. Hát akkor reméljük, hogy egy következő alkalommal majd ezt sikerre lehet vinni. Viszont azért kell arról is beszélgetnünk, hogy miért is kapta meg a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést dr. Szekeres Sándor. Az ajánlásban, amit, és akkor segítsen nekem, Sándor ki is írt, mert ezt mindig elfelejtem, és elfelejtettem fölírni, szégyen ide, szégyen oda. Hát a budapesti Székely kör elnöke, a kalocsai születésű, tehát nem Székely, kalocsai születésű Frigyesi Ágnes. Frigyesi Ágnes, úgy van. Ő
terjesztett föl, de a fölterjesztéshez még további támogatók is voltak, például dr. Kövesdi Pál, dr. Orbán Csaba, dr. Úri Előd, dr. Lóci Balázs, ezek mind erdély magyarok, ezek szint az összesen ugye támogatták. No, tehát akkor Frigyesi Ágnes ajánlását küldte át nekem Szekeres doktor, és akkor én ebből azért vennék ki egy-két dolgot, ami szerepelt az ajánlásban. 2002-ben Kodáros kincsei fejezetek Felső Sófalva és a Székely Sóvidék történetéből címmel jelent meg egy könyv. A harmadik könyv címe az Erdélyi Fejedelem udvari főszakácsmestere szakácstudomány, erről majd fogunk beszélgetni. Ez a könyv is megjelent, de például Székely Mózes szobrának felállítása is Sándor kezemunkáját viseli, sőt tovább megyek, mert hogy Monoron évek óta megrendezésre került a Magyar Szórvány napja. Nyilván ez itt most a jelenlegi vírusos, járványos időszakban idén biztos nagy biztonsággal elmaradt ez a rendezvény. Ha ezeket, amiket ön is olvasott nyilvánvalóan az ajánlásban, én csak egy-kettőt kiragadtam belőle, akkor melyik lenne az a két tevékenység, ténykedés, amire ezek közül a legbüszkébb? Hát, hogy mondjam, nagyon nehéz, mert ugye az első könyv, a Kodáros kincsei, ugye, hát az én falomról, ahol az őseim éltek sok száz éven keresztül, mert ugye több száz évre vissza tudjuk vezetni. Igaz, hogy én csak 200 évre tudom visszavezetni a apai meg anyai ágon. Sokkal többen nem, ugyanis a románok az egyházi anyakönyvi iratokat azt elkobozták, és ott van az állami levéltárban, és csak engedéllyel lehet ott kutatni, stb. Ettől függetlenül úgyis oda mertem menni, és kutattam, de már olyan kifáradt a szemem, hogy aztán abba kellett hagyjam, de tulajdonképpen csak 250 évre tudnék visszamenni ezeknek alapján. Tehát ez volt az első könyv, a Kodáros kincse. A Kodáros, azt tudni kell, hogy ugye régi ős történetben, hogy a perzsák királya Dárius ugye harcolt a szkíták, a szkíták ugye a magyarok, hunok, székelyek, stb. Ezek a szkíták, és ott összerúgták a port, és hát a Dárius megpróbálta legyőzni a szkítákat, de nem jött össze, mert a szkíták hasonlóképpen, például a honfoglaló magyarok is, hogy úgy tettek, mintha megtámadnánk, aztán mégse, stb. Tehát ez sok ezer éve ez a mi harcmodorunk, megjegyzem, és kifáradt Dárius, és akkor egyet gondolt, és pont Felső Sófán elásta az összes kincsét, hogy majd visszajön érte. Na, ez persze csak legenda, ez nem igaz, csak egy rege, és na mindegy, ez egy kicsit kapcsolódik a magyar történelemhez is, és hát az én falumban ilyen történetek vannak, mert például az én nagyapám, a Lukács József nagyapám, a házakra, pontosabban a kiugrásnál, a csodaszarvast faragta ki, vagy a turulmadarat. Ezt csinálta az én nagyapám. És amikor nekem az iskolában később mondták az öcsejeket, a román történelem, meg stb., hát én egyet lenyítettem, és otthon, vagy bajszom, akkor még nem, csak mosolyogtam, hogy ez nem igaz. Mert nagyapám elmagyarázta, ugye, a csodaszarvast, Hunort és Magort, tehát a teljes magyar őstört, Attila királyunkat, Csaba királyfit, Árpádot, Szent Istvánt, az összes, tehát a székelyek ezeket mind tudják, mert nekünk ez volt a dolgunk, hogy a magyar hazát védjük. Ezer éven keresztül, egyéb dolgunk nem volt. Kellett, védjük a hazát. Tehát erre nagyon katona büszke. Katona név, így van, katona név. Oké, és akkor maradjunk Monornál most már. Igen, jó? Voltunk jó. Otthon a saját falujában, és ahol most él, akkor a Magyar Szórvány napja. Igen. Az mennyire a szíved csücske? Hát ez tulajdonképpen szívem csücske az is, mert hogy aki fölkarolta és segített nekem, a Szőnyi Attila, egyébképpen ketten, de hát azért mások is besegítettek,
a Magyar Szórvány Napját 2015-ben fogadta el a Magyar Országgyűlés azért, hogy próbáljunk legalább egy bizonyos napon megemlékezni a magyar szórványról, hiszen határunkon kívül, sajnos már határunkon belül is a magyarság nagyon sok helyen elkezdett szórványosodni. Van, amikor nem utolsó mohikán van, hanem utolsó magyar Erdélyben, például, aki még, nem mondom, hogy aki még a templom ajtót bezárta, kinyitotta, stb. Ő az utolsó, egyszerűen utolsó magyar. Na, azért, és hát ezekkel próbáltunk foglalkozni, a Szőnyi Attila ebben nagyon segített, és akkor jöttek a monariak, és akkor segíteni szavaltak, énekeltek, táncoltak, a Monari Strázsa néptánc együttes, ugyanakkor jöttek határon túli magyar területekről, volt, amikor Felvidékről, Délvidékről, volt, amikor a Felvidéki Magyar Egyetemnek a dékánja volt a Magyar Szórvány Napján Monoron, egyetemi tanár egyébképpen Komáromba, akkor a másik Délvidékről, most például tavaly legutoljára Déváról jöttek, nem Böjte Csaba, hanem a dévai magyarok a református pap vezetésével és a református énekkar, és azok jöttek, úgyhogy például, de hát ennek apropóan jöttek például a nemzetpolitikai államtitkárságról, jött az államtitkár Potápi Árpád János egyszer, akkor később aztán jött például a parlamentnek, a Nemzeti Összetartozási Bizottságának az elnöke, Páncél Károly, aki egyébképpen gyál itt, nem messzi van mell, stb. Akkor tavaly például szintén a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól Szabolcsi Attila, aki korábban a parlamenti bizottságnak alelnöke volt, korábban pedig egy kerületnek a polgármestere Budapesten, stb. Tehát ilyen emberek jöttek, és akkor ennek kapcsán, ja, például Kárpátaljáról is jött Fekete Ardó és környékéről jött a református tiszteletes Peleskei Béla, akivel nem is rég beszélgettem Messengeren, mert ugye hát oda menni, nehéz oda menni, de hál' Istennek a tiszteletes jó kezeli a számítógépet, és így aztán tudtam vele beszélgetni. Tehát ő is itt volt Monoron, úgyhogy ez egy nagyon megható szerveződés és esemény, amikor megbeszéljük, és ott legelején például mondtam egy beszédet, hogy a szórványról, és akkor ennek sajnos ennek története van, hogy bizonyos helyeken hogy került szórványba a magyar. Úgyhogy betört a török, és kipusztított a bizonyos területeket. De olyan is volt, amikor egymás között harcoltak a magyarok, és egymást ölték. Például második Rudolf Habsburg császár, aki egyébképpen ilyen fogyatékos volt szellemileg nagyon, amíg éppen császár volt, ilyesmiket csinált, hogy több szekér aranyat adott Mihály Vajdának, egy olá román vajdának, és ez a vajda a sok pénze felfogadta az alföldi hajdukat, meg a csiki székeknek egy részét, akik hajlandóak voltak pénzé harcolni az erdély magyarokért, és akkor ügyesen meggyérítették az erdély magyarokat. Mert csak így lehet a magyar meggyéríteni, szorványba tenni, hogyha saját magukat írtjuk ki. Nem fordítják őket, igen. És akkor a mai beszélgetésünk végére mutatok önöknek egy könyvet. Az Erdélyi Fejedelem udvari főszakács mestere szakács tudomány 1580-ból. Nem tudom, hogy ezt a könyvet lehet-e bárhol megkapni, bármelyik könyvesboltban, de azt majd Sándor elmondja nekünk pillanatokon belül. Ezt mi megkaptuk ajándékban, nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes dolgok vannak benne, és nagyon érdekes a nyelvezete.
Ez a könyv, ez milyen fontossággal bír az ön munkásságában? Hát fontos, de hogy már kb. Harmadik. Mert az első a falumról szóló monográfia, a másik pedig az egyetlen székely fedelemről írtam egy nagyobb lélegzetvételű könyvet. Ugye korábban senki nem írt annyit székely módos, nem is nagyon tudták, szóval abból 5 év munká állt benne székely, de ez is 5 év munkája egyébként, ez is, de ez csak azért, mert hogy ezt a 1580-ban leírt szakácskönyvet, ami természetesen akkor nem géppel írtak, hanem kézzel. Az Erdély Fedelemségnek a főszakácsa írta le, és azt Báró Radvánszky Géza, Béla, bocsánat, nyomozta ki, és két kis, tulajdonképpen az egész megvolt, de néhány helyen hiányzott. Hiányzott a főszakásnak az előszónak az első része például, meg nem lehet tudni ki a neve. Tehát ki volt maga a szakács? Uh-huh. Ez sajnos titok. Ugyanis az a két oldal az elveszett örökre. Viszont a Radvánszky úr az viszont szépen felfejtette, hogy milyen király és fejdelmi udvarokba szolgálhatott ez a fejdelmi főszakács, és így aztán meg tudta oldani, hogy 1580. És attól is csodás ez a könyv, mert ez az a legelső szakácskönyv, ami magyarul megmaradt, ugyanis korábban is voltak szakácskönyvek, hiszen Mátyás király is nagyon szerette a hasát, és a Galeotto Morzio olasz ide jött Mátyás királyhoz, és leírja, hogy milyen jó szerettek enni a magyarok. De tulajdonképpen ez az első, amit írásos formában meg lehetett találni. Ez maradt meg, és hát ezt a fejdelmi, és hogy miért van így ez az én ötletem volt, hogy mivel a fejdelemségnek a központja, ez Gyulafehérváron van, és az a római katolikus egy püspökségnek a palotája van ott, és előtte ott van egy erdély magyar nemes, és ezeket mind én találtam ki, hogy ez kerüljön a könyv borítójára, ugyanis aki fejdelmi udvarban volt főszakács, vagy eleve nemes volt, vagy ha nem volt nemes, akkor az lett. Ugyanis ez egy nagyon bizalmi állás kellett legyen, ugye a királynak, a fejdelmnek az étke. És a fiam volt tulajdonképpen, aki kikomponálta, mert jól ért a számítógépet. Ez a közös munka. A feleségem segített nekem, ugyanis hogy fedeztem föl? Tiszta véletlen. Ezt nem is mondom. A Pécsi Tudomány Egyetemnek a digitális könyvtárába olvasgattam, én ilyesmiket szoktam, rontom a szememet, olvasok interneten is, mert minden könyvet nem tudok megszerezni, de azért olvasni, ami már elérhető digitálisan, és akkor na, a Pécsi Tudomány Egyetemnek a digitális könyvtárába látom, és nézem, hogy elég sokan olvassák, sőt első, én ugyanis egy török utazónak a leírását kerestem, amit aztán kétszer el is olvastam, Evliá Cselebi, Magyarország és Erdély utazásai, stb. És akkor fedeztem föl ezt a szakácskönyvet. És akkor hát kiderült, hogy ez végül is megvan, mert 1893-ban Radvánszky kiadta, kinyomtatta, stb. És akkor én kinyomtattam, és akkor mivel akkor 1800-as évek végén németesen írtak, nem úgy, hogy korábban 1500-as évek, 100%-os évek, akkor még nem volt német befolyás a magyarságnál. A cím helyett például, ott mindig a fölösleges Z-t oda teszik, például Zím, na, ki sem tudja az ember rejteni. Na, és a feleségem diktálta, én pedig írtam, tehát ez egy közös munka, tehát segített a feleségem. Akkor amikor már közeledtünk a kiadáshoz, akkor akartam, hogy
jogtiszta, milyen jogász is vagyok, meg székely, jogtiszta legyen minden, és hát a underground, tehát a titkos, amit amúgy nem szeretek, mert hiába, mint ez a neve ennek a kiadónak, ahol kiadták ezt a könyvet, hogy jogtiszták legyenek, és akkor a tyú, meg a halak, meg ez, meg az, ilyen grafikákkal vannak, hogy egy kicsi érdekesség is legyen, viszont a rákra nem találtunk ilyen jogtiszta rajzot, és erre föl, mivel a feleségem nagyon jól tud rajzolni, a 199. oldalon a feleségem lerajzolt egy rákot, és az egy, azt a feleségem rajzolta, hogy az egészen nem rajzolhatta ő. Ezek a rejtett kincsek, igen, amikről ilyen nem családi vállalkozás. A családban milyen tehetségek vannak. Hol lehet megtalálni ezt a könyvet, ha valaki nem nagyon lehet megtalálni. De ha a szövetségnél valaki esetleg jelentkezik, ott nem, se? Ez úgy, amikor megpályáztam a Nemzetpolitika Államtitkárságon, azzal a kéréssel, és jóval is hagyták, hogy a teljes Kárpát-medence összes egyetemének a könyvtára, és az összes összes magyar középiskolája könyvtára egy-egy példányt kapjon, ez is elég szép darab, közel volt az 1000 példányhoz, és minden középiskola kapott belőle, viszont a kereskedelmi forgalomban nem került, és nem is akarom, ugyanis a mi szervezetünk nem alkalmas arra, hogy mi áruljak a könyvet, stb. Jó, igen, nem értem, úgy, értem, úgy, ezzel nem kell foglalkozni. Nem úgy vagyunk teremtve, hogy tudjunk kereskedni. No, szóval ez az a sok, amiről az utóbbi percekben beszélgettünk, a könyv, a könyvek, vagy éppen a szoborállítás, vagy éppenséggel a Magyar Szórvány Napjának a megrendezése. Többek között ez a munka is meghozta, hát nagyon rossz szó, hogy azt a gyümölcsöt, hogy elérjünk arra a pontra, hogy megkapja dr. Szekeres Sándor ezt a magas kitüntetést, amihez még egyszer szívből gratulálok. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, ezt külön köszönöm, ezt a könyvet át fogom böngészni, nem ígérem, hogy ebből fogok karácsonyra mondjuk főzni. Minden esetre önöknek azt javaslom, hogyha van lehetőségük, akkor nyugodtan, ha találnak olyan helyet, ahol ez a könyv megvan, akkor böngészenek benne. Monori Gimi? A Monori gimnáziumban, a könyvtárban ott van, meg a Sterényibe is, tehát személyesen vittem oda. Jó, tehát mind a két Monori középiskolában megtalálják, úgyhogy ha van lehetőségük, akkor ezt tegyék meg. És ugye a mai beszélgetés kapcsán néha-néha azért egy kis történelmi vonalat is belevittünk, és történelmi eseményekről is hallhattak önök is, úgyhogy mi most elköszönünk önöktől, nekem pedig lesz egy kérdésem majd Sándorhoz, mégpedig az, hogy vajon azokat a történelmi témájú krimiket, vagy történelmi olvasmányokat ő hogyan olvassa, amik mostanában nagyon közkedveltek. Kíváncsian várom majd a véleményét erről, de ez már csak az én utolsó kérdésem, és ez már kamerán kívül fog a válasz megjönni. Remélem, hogy továbbra is a Gemini Televízióval maradnak a mai napon is, és persze az ismétlésekben is. Köszönjük szépen a figyelmüket!